Köszöntöm a nézőket, ez a Szinergia. Kimagasló az érdeklődés a Paks 2 Akadémia iránt. Több mint 100 hallgató részvételével már 6 egyetemen folyik atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés a Paks 2 projekt keretében. 4 intézményben a második fél évet kezdték a hallgatók, 2-ben idén indult a képzés kereszt fél éves rendszerben. A Paks 2 ZRT az eddigi tapasztalatokat összegezve úgy döntött, felemeli a keretszámot és bevonja az Óbudai Egyetemet is a programba. A Veszprémi Pannon Egyetemen és a Pécsi Tudományegyetemen is elkezdődött az atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés. Ez a két intézmény keresztféléves rendszerben indította az oktatást, míg másik 4 hazai egyetemen már túl vannak a hallgatók az első fél éven és a szemesztert záró vizsgákon. A képzés a Paks 2 Akadémia keretében a Paks 2 ZRT finanszírozásában zajlik, 6 egyetemmel együttműködésben. Az egész erőműparkunk az öregszik el, és nem csak Magyarországon, de hogy a környező országokban is, tehát valahogy a villamosenergia termelés szinten kell tartanunk, úgyhogy egy atomerőművi beruházás, ami ráadásul a jelenlegit fogja majd helyettesíteni, szükséges. Én nagyon örülök neki, hogy egyáltalán ugye felmerült ez a Paks 2, mert a Magyarország energiaellátásában szükség van az új atomerőműre, és nagyvonalú, nagyon Paks 2-től, hogy ezt a képzést állják. Így összegezte véleményét a jelenleg Gyesen lévő Kozmáné Pocsai Zsófia, a fiatal energetikai mérnök, a képzést jó lehetőségnek tartja arra, hogy egy új, speciális területre kapjon rálátást, és egy új karrier lehetőség nyíljon meg előtte. Molnár Ferenc villamosmérnök, közgazdász, jelenleg megújuló energiaforrásokkal foglalkozik, az atomenergia iránti érdeklődése nem új keletű, az első diplomamunkájának is ez, pontosabban a paksi atomerőmű volt a témája még 1987-ben. Azóta is nagy figyelmet szentel a nukleáris energiának. Az atomerőmű technológia, az a villamos energia technológiák között a csúcs technológiát képviseli minden esetben. Tehát az atomerőmű a számomra egy kiemelt téma mind műszakilag, mind pedig a jelentőségét tekintve a villamos energia termelés és a villamos energia ellátás stratégia szempontjából. A tanulmányaim során minél többet igyekszem megtudni ebben a témában, annál inkább megerősödik ez a korábbi teóriám és az a korábbi kötődésem a nukleáris technológiákhoz. Ez mindenképpen egy kiemelt téma, mind az ellátásbiztonság, mind pedig a műszaki színvonal tekintetében. Az energiaigény folyamatosan növekszik, fontos, hogy erre reagáljunk. Ez pedig csak a nukleáris energiával lehetséges, vélekedik Fekti László Rihárd, aki a Paksi Atomerőmű munkatársa, és szintén a BMN végzi tanulmányait. Úgy gondolom, fiatalként nagyon nagy lehetőség van ebben, és a jövőben is a nukleáris ipar és az atomenergia nagyon fontos szerepet tölt be. Gondolok itt arra, hogy az elektromos autók vonala is nagyon felerősödik, ugye a világ az folyamatosan növekszik, az igényeink is növekednek, ezzel párhuzamba ezeket az igényeket nagyon fontosnak tartom, hogy kielégítsük, és véleményem szerint nagyon rá kell venni az embereket arra, hogy igenis ezt mással nem lehet létesíteni, csak a nukleáris energiával, holott ugye ez nagyon környezettudatos is. Úgyhogy nagyon nagy potenciált láttam ebbe, hogy a szükséges alapismereteket megszerezzem a képzésen, hiszen nem rendelkezem semmilyenféle előképzettséggel ilyen téren, hiszen gépészmérnök az alapvégzettségem, azon felül pedig ugye okleveles létesítményüzemeltető mérnök vagyok. A Paks 2 Akadémia hallgatója hozzátette, nagyon pozitív, hogy ennyi energiát, időt és pénzt investál a két új blokk felépítését koordináló társaság abba, hogy szakembereket képezzen és karrier lehetőséget ajánljon fel. Abszolút pozitív a tapasztalat, véleményem szerint nagyon készségesek az oktatók, nagyon-nagyon alapos tudással rendelkeznek, nagyon át is szeretnék adni azt, amit ők tudnak, és hihetetlen széles körű az oktatás. Véleményem szerint a tantárgyak nagyon jól lettek összeválogatva, hiszen lefedik teljes mértékben azt, hogy miről is szól ez az egész nukleáris ipar, nukleáris energia. A BME atomerőmű üzemeltetési szakmérnök képzésén a Paks 2 ZRT támogatásának köszönhetően 30-an vehetnek részt térítésmentesen. A jelentkezők száma, akár csak a többi egyetemen, jóval meghaladta a kvótát.
mindenütt nagy volt az érdeklődés. A mi esetünkben mi 30 helyen rendelkeztünk, tehát 30 hallgatót vehettünk föl, és a 30 helyre körülbelül 80-an jelentkeztek. Dr. Cifrus Szabolcs egyetemi docens, a BME Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója azt mondta, egyetemükön, ahol oktatóreaktor is működik, 1970-től folyik atomenergetikához fűződő képzés, éppen ezért vállaltak a Paks 2 Akadémia előkészítésében, a tanterv kidolgozásában is meghatározó szerepet. Magyarországon a reaktorfizika, a termohidrológika, a nukleáris biztonság és kapcsolódó tárgyaknak az oktatása tekintettel arra, hogy itt található a BME területén az oktatóreaktor is, itt folyik, és ezért mi vállaltuk magunkra azt a úgymond központi szerepet egy kicsit, hogy összefogjuk ennek az egész képzésnek az előkészítését, illetve hogy azoknak a tárgyaknak a kidolgozását és oktatását is elvállaltuk, amelyek ezekhez a kérdéskörökhöz kapcsolódnak. A hallgatók egy viszonylag széles spektrumot tanulnak, mind a két fél évben körülbelül 8 tárgyból áll, összesen 160 óra, tehát 280 órában oktatjuk ezeket a tárgyakat a társegyetemekkel együtt. A tárgyak között vannak olyanok, amelyek a közvetlenül a reaktorokhoz, azoknak a fizikájához és műszaki kérdéseihez kapcsolódnak, ahogyan azt említettem, például a reaktorfizika, termohidrológika, nukleáris biztonság, vagy az atomerőművek konstrukciós szerkezeti kialakításairól szóló tárgyaink, de vannak olyan tárgyak is, amelyek műszaki kérdéseket vizsgálnak, amelyek tágabb értelemben kapcsolódnak az atomerőművek biztonságához, ilyenek ott például az atomerőművi kémia, vagy ilyenek a nukleáris üzemanyagciklus kérdése, a karbantartás, a szabályozási kérdések, az Országos Atomenergia Hivatal szerepe ebben az egész körben. A hallgatók munka mellett levelező rendszerben tanulnak minden egyetemen, amely komoly erőfeszítést követel tőlük. A hallgatóság számára ez egy elég kemény küzdelmet jelent ennek a végigcsinálása ennek az oktatásnak, hiszen az oktatások pénteki és szombati napokon vannak, és mind pénteken, mind szombaton nagyjából 10 órában, 8-8 vagy 10-10 órában kapják az ismereteket, ami azért azt kell, hogy mondjuk, hogy emberpróbáló, de az a tapasztalat, hogy mindenki itt van, nagyon szorgalmasan járnak az órákra, és nagyon odafigyelnek. Én azt gondolom, hogy azoknak az oktatási segédanyagoknak a használatával, amelyeket mi előzőleg előkészítettünk, minden lehetőségük megvan arra, hogy fel tudjanak készülni. Természetesen mindenki dolgozik közben, tehát nem a politagozatos hallgatókról van szó, ezért nem annyira egyszerű a számukra. Némelyek több éves, évtizedes szakmai tapasztalattal ültek vissza az iskolapadba, hogy az atomerőművek működésének technológiai részleteiről, az üzemeltetés folyamatáról szerezzenek bővebb ismereteket, mások szinte azonnal a diploma megszerzése után kapcsolódtak be a képzésbe. Morvai Tibor anyagvizsgálómérnökként dolgozik, még pályafutása elején jár, a Paks 2 Akadémiáról egy újsághirdetés útján értesült, vonzónak tartotta a díjmentes tanulási lehetőséget, és azt, hogy általa az atomenergiával ismerkedhet meg. A Dunaújvárosi Egyetem szakirányú továbbképzésére nyert felvételt, ahol az első fél évet sikerrel teljesítette. Az iskola elvégzése után szeretnék a Paks 2 üzemeltetésében és először is a létesítésében részt venni. Ezt árulta el terveiről, a tapasztalatai, mint hozzátette, igazolta, hogy jó döntés volt bekapcsolódnia a képzésbe. Először is egy nagyon magasan szakképzett emberektől tanulhatunk, akik nagyon rugalmasan állnak hozzánk, és szerintem tudunk alkalmazkodni egymáshoz. A számunk kérés pedig teljesen pozitívan hatott. Egy tanulható anyagról van szó, de készülni kell rá, mint minden másra. Girst Ferenc először autószerelő szakmát szerzett, majd gépész technikusi végzettséget, ennek birtokában helyezkedett el az MVM Ovid ZRT-nél. Munka mellett szerzett a Dunaújvárosi Egyetemen gépészmérnök diplomát. Mikor befejeztem, tavaly év elején, akkor nem sokra rá kiírtak egy pályázatot a Paksi Atomerőmű berendezésmérnök munkakörbe, és ott sikerült azt megszereznem, és most a szekunderköri armatúráknál vagyok berendezésmérnök. Úgy gondoltam, hogy jó lenne részt venni egy új atomerőműnek
megépítésében, vagy üzemeltetésében, karbantartásában, vagy inkább a karbantartás az, ami úgy ideig is végig kísérte a pályamat, meg ami úgy jobban érdekel. Úgyhogy ezen a területen szeretnék majd továbbra is foglalatoskodni, de mindenképpen vonza az új technológia is. Miközben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a Dunaújvárosi Egyetemen és a Debreceni, valamint a Miskolci Egyetemeken már a második fél év kezdődött el, a Pécsi Tudományegyetem és Pannon Egyetem is elindította keresztféléves rendben az alapképzésre épülő atomerőművi üzemeltetési szakmérnök megnevezésű szakirányú képzést. Ez egy tiszta energia, és mindenképpen szükség van erre, hiszen olcsón is előállítható ezekkel a biztonsági intézkedésekkel, ami folyamatosan ugye kíséri ezt a tevékenységet, az a gyakorlatilag nullára csökkenthető minden egyéb kockázat, és én azt gondolom, hogy erre szükség van. Így vélekedik a Paks 2 projektről Bozsolik Zoltán, aki mélyépítő üzemmérnökként Pécsett a Pollák Mihály Műszaki Főiskolán végzett, majd 2010-ben közgazdász szakmérnöki diplomát szerzett. Mint mondta, Tolna megyében él, így nyomon követi az atomerőmű működését, a Paks 2 beruházást, amelyet olyannyira előremutatónak ítélt meg, hogy jelentkezett az atomerőművi üzemeltetői képzésre. Az a célom, hogy egy picit közelebb kerüljek ismeret anyag szempontjából ehhez a szakterülethez, és természetesen hosszabb távon szeretnék a paksi atomerőműnél elhelyezkedni. Egyelőre az órarendből láthattuk a tanóráknak a címét, hát érdeklődéssel várom. Mindig is érdekeltek ezek az ismeretek, most majd meglátjuk, hogy mennyire tudok vele megbirkózni, de abszolút optimista vagyok ezzel kapcsolatban. Magusics Pál is a Pécsi Tudományegyetem keretei között kapcsolódott be a Paks 2 Akadémiába, diplomáját ugyanitt szerezte 2009-ben, jelenleg vállalkozóként dolgozik. A képzésen, mivel a jelentkezők száma meghaladta a keretet, saját finanszírozásban vesz részt. 3-4 éve körülbelül nagy naperővekkel foglalkozom, rengeteget terveztünk, jelenleg másfelé szeretném fordítani az energiáimat, és hát évek óta figyelem, hogy Paks 2 egy remek lehetőség lehet ezzel kapcsolatban, és szeretnék is a közeljövőben foglalkozni, illetve tevékenykedni a Paks 2 körüli teendőkkel. Jelenleg látom azt, hogy a villamos energiának a nagyon nagy igény van rá, és folyamatosan fejlődik, és társadalmilag is egy nagyon nagy elvárás, hogy természetesen legyen megújuló energiaforrásunk, csak jelen pillanatban azt teszem észre, hogy itt a villamoshálózati adottságok, illetve egyéb adottságok miatt ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, amíg utol fogja érni, illetve hát régóta tudom azt, hogy soha nem lehet kiváltani az atomenergiát, és nem is célszerű, illetve vannak olyan szituációk, üzemállapotok, amikor ezt nem is lehet majd kiváltani. És emiatt is azt látom, hogy a naperőmű piac az természetesen toppon van most, meg még pár évig fog tartani, de ez egyelőre leáldozóban van és vége van. Az atomenergia meg egy nagyon hosszú távú befektetés, illetve hát Paks 2 is egy nagyon hosszú távú üzemeltetés, illetve megvalósulási folyamat lesz most, és rengeteg mérnökre, illetve szakirányú végzettségű képzésű szakemberre lesz majd szükség ezzel kapcsolatban. Hosszas előkészítés és az egyetemekkel megkötött együttműködés alapozta meg a Paks 2 Akadémia indítását 2019 őszén. A képzés immár mind a 6 egyetemen elindult. Minden intézmény kitöltötte a számára biztosított keretszámot, sőt mindenütt jelentős volt a túljelentkezés, összegezte a Paks 2 ZRT kommunikációs igazgatója. Azt mondhatom, hogy mind a 6 egyetemen elindult, és maximálisan kihasználták azt a keretszámot, amit a Paks 2 finanszíroz a képzés keretében. Sőt, több egyetemen túljelentkezés volt. Voltak olyanok, akik saját finanszírozásban vesznek részt a képzésen. Csak érdekességként említeném, hogy például az egyik mérnök, aki jelen pillanatban megújuló energiával foglalkozik, azt tölti ki gyakorlatilag a mindennapjét, azzal keresse kenyerét, ő úgy döntött, hogy jelentkezik erre a képzésre, még úgy is, hogy saját maga finanszírozza ezt a képzést, mert úgy gondolja, hogy a jövő az az atomenergiában van, és az atomenergia. A társaságunk értékelte az elmúlt jó fél évet, és úgy döntött, hogy a
mivel igény érkezik az egyetemek részéről is, hogy ezt a képzést ezt tovább fogjuk folytatni. Annyit újítunk, hogy a 6 egyetem mellé egy 7. egyetemet is tervezünk bevonni a képzésbe. Ez az Óda Egyetem lesz egyébként, és a keretszámot is tervezzük megnövelni. Nagyon örülünk neki, hogy sokan részt vesznek a képzésben. Egyébként nem csak fiatalok vesznek részt, nem csak azok, akik már úgynevezett főiskolai képzéssel vagy végzettséggel rendelkeznek. Vannak olyanok, akik 5-10 éve végeztek, sőt vannak 50-es generációnak a tagjai is, akik úgy gondolják, hogy a pályájuk lezárásaként az atomerőműben, az új blokkoknál szeretnének majd dolgozni, tevékenykedni. Ez volt a Szinergia, köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!